Nagy szeretettel köszöntünk a WC-re, hogyha kimész itt, akkor rögtön jobbra. Lesz, meg balra is van egy, de rögtön jobbra. Ne adj egy választási lehetőséget. Az egyikben van 300 kiló gyorskötő cement. A másikban nincs. Visszhangol, Dávid. Már megint. Na, amíg ezt megoldjátok. Látod, direkt rakta be a visszhangot, hogy... hogy az ungi el tudjon menni WC-re. Fönt mind a kettő pörgött, Dávid. Legfőbb. Ez a baja. Ja, ennyi. Mindenki higgadjon le, profi stream. Jajjaj. Kivéve vagy a chat. Profi stream. Most jó. Na, szóval unikornisok, a rébes mémes nevű játékkal fogunk játszani, ami az Unstable Unicorns-nak a magyar kiadása, és a GameCube-tól kaptuk meg ezt a játékot. Köszcsi. Megvolt, de magyarul nem volt. Meghívtuk Karnort, de kiment kísérni, és ez a csodálatos ember itt mellettem pedig a Roleplayer YouTube csatornáról barátunk Gabci, ugye? Igen. Csak is. Dávó. Sziasztok. És az van itt a kacim, minden. Én vagyok. Minden kétséget kizárva. Minden kétséget kizárva. Én kezdelek már megszokni egészen. Találkozunk egy heti 6-szor. Igen. És próbáljuk úgy csinálni, hogy ez ne így történjen. De hát... az a baj, hogy túlságosan a szívemen viselem a sorsát, úgyhogy próbálom berángatni minden projektben, mert láthatóan magától nem boldogul. Ő itt, Karnor! Ungari! Bocsánat! Just with man! Na, köszönöm szépen! Just with man, szervusz! Szervusz! Szervusz, szia! Dani, köszönj az embereknek, itt van anyukám, emberi. Meg két random. A második random a kedvencem. Én is őt kedvelem jobban. Legalább nem pofázik vissza. Én meg a Radics Peti vagyok, basszátok meg! Nem, Radics Petit nem hívnánk meg. Oda baszna, ha most ezt pont nézte volna. Jaj, nem, Peti tudja, ha emlékszik rám. Mert? Már vagy háromszor találkoztunk, semmi, hogy viccelek. Yeah. Én tökre szeretem Radics Petit. Ő meg a viccéd. De komolyan, nem tudom. Szerintem nem tud a létezésemről, mert kétszer találkoztunk két rendezvényen. Én egyszer már beszélgettem vele egy héten. Megkérdezted tőle, hogy mióta vagy videós? Mert ilyeneket kellett tőle kérdeznem, egyébként én moderáltam. Yeah. És milyen? Mi lesz a következő videó? Folytatódik az a sorozat? A insert sorozat hír? Kaci nem streameli a játékot, de képzeljétek el, Kacinak most már tényleg hamarosan elindul a csatornája. Tudjátok, amit október 1-ére ígértünk, az... Előtte meg... Március. Ja, nem mondtátok, hogy melyik év október. ez is jogos. Ja, de... Mondtuk? Nem, azt hiszem, hogy az ötödik halasztásnál olyan cyberpunkosan most már odaírtuk az évszámot is. Előbb jön a csatornád, mint a cyberpunk. Azt láttátok azt a tweetet, hogy valaki írt Twitteren a cyberpunknak, hogy srácok, holnap ki kell vennem a Szabit, akkor november 19-én hétre, akkor szeretném, ha megerősítenétek, hogy jön 19-én a Cyberpunk. És jött a válasz a hivatalos Cyberpunk Twitterről, hogy officially confirmed. És másnap aláírtak, hogy well, fuck. Szerencsétlen. Jaj, milyen színű volt a fényhozó? Zöld. Hey, Siri. Change all lights to green. Ja, szóval az unikornisok a rémes ménessel fogunk játszani, ami az Unstable Unicorns-nak a magyar kiadása. Ezt már valószínűleg ismeritek, vagy legalábbis hallottatok már róla, úgyhogy nem lesznek nagy-nagy meglepetések, viszont veletek játszottok már ezt, ugye? Igen. Jó, akkor még abban sem sikerült megújulni, hogy újra kell játszom. Igen? Én ugye ezt mondtam, hogy körülbelül másfél-két éve játszottam ezzel utoljára. Ó, és nem magyaráztuk le a szabályokat? De, csak... Ja, nem, hogy most nem. Most nem, hogyha mindjárt elmondom. Most előről kell minden. Ötöt.
ötöt kell osztanom. Ötöt fogok osztani ezekből a lapokból. Illetve kérdés, fönt kamerát használjuk? Igen. Csak itt van éppen benne a kártyám, tehát hogyha egy kicsit följebb döntöm. Szerintem feljebb 6 pixel. Jó. Ez miért nem jó, hogy ott van benne a kártyám? Hát akkor ide fogom pakolni a lapjaimat. Hát akkor pakold ide. Ja, meg úgy is beljebb megy, meg én is beljebb megyek. Menjünk, te kacitanak. Szóval mindenki kap egy pólyás unikorn is. Yay! És ötöt lapot. Vegyél, ez megy a pólóthoz. Mert mi? A színébe. De miért? Ez egy rózsaszín? Nem, ez rózsaszín, ez pedig májva. Egy nagyon maszkulin az, májva. Az nem igen. Májva. De ne, ez vörös. Jócsi, ide jönnél egy másodpercre, kérlek. Nagyon izgulom. Csetbe közben írjátok meg, hogy milyen színű a pólója. Ez vörös. Baba, szerintem milyen bordó. Szín ez? Bordó. Köszönöm! De mi? Te mondtad, hogy májva. Én mondtam, hogy bordó. Ő mondta, hogy májva. Ő mondta, hogy májva. Én mondtam, hogy bordó. Most mondta, hogy májva. Most mondta, a chat majd visszamondja. Chat, ő mondta, hogy májva. Én mondtam, hogy bordó. Nem streamelek soha többet. Kikapod, bizony bordó, köszönöm. Na várjál, Gábor, milyen szerepjáték lesz a következő. Kacicsa! Én addig eleget teszek, az ötöt osztok fel. Ott van, Gábor írta, köszönöm szépen. Ja, most egy színfelismerő a pal, mert akkor rád is rúgom az ajtót. De zöld fény. Csal! Nem lehet már beszélgetni az internet világában, érted? Nem tudom, azt tudom, hogy így kell majd, hogy tartsam a lapjaimat, hogy ne lássa a kaci a lapokat. De hát nem néznék oda. Ó, te soha. Szóval, a következő kép működik ez a játék. Van most nálatok 5 plusz a pólyás unikornis lapotok. Az lesz a feladatunk, hogy unikornis hadsereget építsünk. Mivel 4-en vagyunk, ezért 7 unikornisig kell eljutni. Ha sikerül eljutni 7 darab unikornisig, akkor fogja valaki megnyerni a játékot. Van nálatok egy kis magyarázó kártya, amin le van írva a kör menete. Amikor rákerül a sor, akkor van egy ilyen kör eleje fázis, olyankor történnek meg az unikornisok körülei képességei, aztán húzol egy lapot, utána az akciófázisban vagy húzol még egyet, vagy kijátszol egy lapot, és utána a kör végén eldobsz annyit, hogy legfeljebb a kézlimit mi maradjon a kezedben, ez azt hiszem, hogy 7. Meg lehet ölni dolgokat, ki lehet játszani mindenféle lapokat. Kijátszhatsz unikornisokat magad elé, kijátszhatsz hozzájuk tápoláskártyákat, attól erősebbek lesznek. Kijátszhatsz hozzájuk ilyen hányattatáskártyákat, attól gyengébbek lesznek. Ez 6 az egész karámodra. A tápolás meg a hányattatás. 7, nem? 7. Vannak azt varázslat, vannak varázslatkártyák, a 6 nem hagyta a számot. Vannak varázslatkártyák. Az előbb mondtad. Nem. Hogy 6 az egész karámod. Varázslatkártyák, illetve vannak ilyen piros, tán. Ilyen instant kártyák, ilyen azonnali kártyák, amikkel meg lehet állítani a dolgokat. Készen állunk ki a kezdésre. Az kezd a szabály szerint, aki a legszínesebben van öltözve, ami kiesik. Bordó. Kék. Fekete. Ezen van egy kis spagetti folt, az piros. Szürke mackó. Kék zokni, egyértelműen. Érted, te Dave kezdeni szeret. Jó, kezdj. Mert no. Én úgy csináltam, hogy mit kell csinálni. Nem feltétlenül akarok kezdeni, csak a szabályok most szerint már, nekem most kell. Te kezdesz, Dávid. Jó. De nehéz a Dave sorsa. Igen, és a szakzsargont meg olvassanát, aki nincs vele tisztában. Az induló kezed 5 plusz 1, azt írják. Hát ennyi van nálam. Igen, 5 hát plusz 5 plusz a pólyás unikorn is. Így van, igen. Ezt mondom. Én nekem nincs pólyásom. Hát de... Én a gingert akarom, mert azt nem sajnálom, ha meghal. Én meg a Norvált. Én a Norvált szeretném. A Norvált szeretném? Én a Norvált. Ez ki van játszva ennek a pólyás unikorn is, vagy ez ki van? Ki van? Az egy unikorn is. Tehát kint aha. Kezdesz egy darabban. Most cseréled ki, Ungi, ha szeretnéd. Nem tudom, ez menőben néz ki. Cseréld ki. A pólyás az előtted van. Igen. Igen. A pólyás az csak kinézetében változik. Ja, hogy ezt nem veszem. Ne, ő ki. Oh, hello Ungi! Meg a többiek. Hello. Hello. Én ezt feketét akarom. A lehetségiség kicsit tényleg kijebb zoomolok a cuccal. A Black a Cornish, vagy?
Uá! Yay! My life be like. Uá! Uá! Nem tudom tovább. Még egy zaj, Malai. Na, make me sad. Alone in a city, please, na. I'm blue, és most Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Ne, le fogják tiltani. Ja, hogy ez az. Igen. Ez a világ legnézettebb YouTube videója. Igen, ezt tudom. A világ legnézettebb YouTube videója. Mi a faszomat csinálunk mi a YouTube-on? Mi csinálunk a YouTube-on? Semmit! Pont nem láttátok, de valaki amúgy... Nagyon köszönöm a Csirt Vincek! Elfelejtettem bekapcsolni a rendszert, úgyhogy írd a szint. Doodoo, baby sárkány. Valaki föntebb amúgy szerintem Photoshopba kiszedte, hogy mi a pontos karakter adata az Ungi pólójának. Igen. Nem látja pontosan, de szemben beírta a hexkódot. Beírta a hexkódot. Na, kacikornis kacica! Úgy néz ki akkor a játék, hogy erre az asztal, ott vagyunk mi. Minkek ott vagyunk. Tudunk így. Nekem itt fog látszani majd csak a lapom, de majd akkor oda pakolok ügyesen. Na! A feladat a következő. Nyerni kell. Igen. Én a körömben, ugye a körleje fázisban nem tudok semmit csinálni, mert hogy nincsen semmilyen hatás. Csak a kezemben nagyon sok patás. Ezért leszel te az a pajtás, aki most húz egy lapot a pakliról, és szépen... Előre! Hajtás! Felhúztam ezt a lapot, és utána... Majd utána... kiátszok egy gigantikus unikornis. Viszont most akkor nekem ilyenkor kötelező letenni ezt, igaz? Aha. Nye! De én meg azt mondom, hogy nye. De a nye meg tudja eltenni a nye lapot? Igen. Akkor játszok, ha egy másik játékos megpróbál a kártyát kiátszani, állítsd meg azt a kártyát, még a hatás végrehajtása előtt, és küld vissza a dobópaklival. És akkor, hogyha én ezt odarakom, akkor az nye? Így van, de akár ez lehetne nye. És akkor én meg azt mondom, hogy nye. Egy kurva unikorn is megjátszom már ki, baszlag a játék elején, az első körben. Egy telibe baszott unikorn is, öt nye. Érted? Öt. Erre számíthatok az egész játékban? Nem, akkor csak... basszátok meg, menjetek haza. Csinálok egy bemutató videót, vagy valamit. De senki nem nézné meg. Te erről tudsz valamit, mi? Iskolai szünet van, senkinek fogalma nincs se, hogy ki az az oldalai. Már nincs iskolai szünet. Múlt héten volt. Te már csak tudod. Szóval te vagy Dave. Jaj, én ilyen. Nem, hát mennyi volt a köröm? Én ilyenkor egészítek? Nem. Egészíted a faszomat, egészíted. Húzol lapot. Bármikor. És mi most várod, hogy milyen interakciók jönnek erre? Szeretem, amikor Dave-nek rossz. Bocsánat! Rám itt csinálsz még valamit a körödben? Anyádat csinálom a körödben. Te jössz. Nem jön. Jön. Jó van. Nem mindegy! Jó, én akkor húzok egy kártyát. Van pici. Már most kész vagyok. Nekem jó. Mert mint hogy nekem a játék. Hogy így jó. Jó. Én akkor kijátszok egy amerikornist. Wow. És az amerikornis azon kívül, hogy elhozza a szabadságot, azon felül egy játékosnak a kezéből elhúzhatok egy lapot. Úgyhogy kaci. Azt hittem, hogy én lesz. Nem értettem, hogy most miért nem D-betűvel érzi. Nem, a törődésnek szertágazónak kell lenni ebben a játékban, én úgy érzem. Úgyhogy ez volt a mélyen. Kaci, te vagy. Én ezt nem érzem. Én húzok egyet. Csak azért játszottam ki a nyemet, mert ő is és te is kijátszottál egyet, és mondom, az új vicces. És ez csak így akkor történik, amikor... Amikor kijátszom, igen. Jó, tehát nem volt. Amikor a korábban maga bekerül. Tehát mert én ezt úgy értelmeztem, hogy kötelező. Hello. Nem kötelező. Hova hát, hogy nem kötelező a nyelkártyát kijátszom. Nem kötelező, nem. Az bármelyik lapra rádobhatod. Jó, okay, akkor... Én kijátszom a Rinokornist, aki azt tudja, hogy ha a köröm elején ez a kártya karámomban van, akkor elpusztíthatok egy unikornis kártyát,
ha így teszek, akkor a köröm már az akciófázis előtt azonnal véget ér. Tehát, hogy én abban a körben akkor nem akciózok, hanem az az akció, hogy elpusztítom valakinek az unikornisát. És ezt hagyjátok, de azt az unikornis, ami azt csinálta volna, hogy két unikornis, arra 5-4 repült rá. America! Fuck yeah! Ungi, te vagy! Jó, akkor ugye én azzal kezdem az egészet, hogy... Igen. Igen. És vagy kijátszol egy kártyát, vagy pedig húzol még egyet. És akkor... És melyik a dobópakli? Ez a dobópakli. Aha. Jó. Nem, mindegy, nem, az meg tényleg. Teljesen feleslegesen mondok bármit. Haló, hát ki nem basszatok már? Haló! Haló! Ki basszatok már? Húzok még egyet. Ezt még pont nem láttam. Az az összes. Az összes Among Us, az összes Among Us stream. Mindegyik. Egytől egyik. Igen, és akkor ugye... Ennyi voltál. 7 lap a kéz, mit tett? Igen, voltam. És akkor Dave, te vagy. Mi csináltál, szarcsai? Húzok kettőt. Jó, akkor én is húzok egy lapot. Kijátszom az élet csókja nevű varázslatot. Igen. Azzal kikeresem a gigantikus unikornisomat, és visszarakom a helyére. Szép. És valakinél egy ilyen esetleg... Én nem, én csak el tudom pusztítani a körömmel én. Amúgy mit tud a gigantikus unikornis? Ő két unikornis. Ja, ő kettőnek számít. Nagyon sokat evett, úgyhogy a gigantikus unikornis ez kettőnek számít. Nagyon jó. Miféle hadsereg ez? Hát nagy. Leginkább. Jó, én húztam egy kártyát, és aztán én kiátszok egy unikornist a kezemből, méghozzá sebesen röpködő unikornist, aki azt tudja, hogy amikor is kiátszom, akkor egy nyekártyát a dobópakliból visszavehetek a kezembe. Igen, nagyon jó. Hát az bizony szuper! És ezen felül azt is tudja, hogy ha én feláldozom, vagy elpusztítanátok esetleg a kártyát, akkor visszakerül a kezembe az unikornis. Ez nem egy OP lap. Nem, nem, nem. A rinokornis az OP lap. Az mi? Amivel kell tudja robbantani. Ja, igen, lehet most az akciódat feláldozni erre. Én húzok egyet. Én is. Én kijátszom a... Kijátszom a Yuppie upgrade-et. Yuppie! Ez azt mondja, hogy az én kártyáimat az alap nye kártyákkal nem lehet megállítani. Hát ez szuper. Tehát ezt a tápolás kártyát. Ezt a tápolás kártyát. Tehát tápolás kártyát, ezt csatolnom kell valamelyik unikornishoz? Nem, azt a karámodat tápolod vele. Á, értem. Biztos? Igen. Nem? Nem izét, nem, nem a... Nem. Az egész karámodat tápolod vele. Az a másik játékban van, amiben tárgykártyákkal. Aha. Oké. Okay. Jó. Húzok ugye már egyet. A Drakon is nagyon-nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. 9 hónap, sziasztok, hogy repül az idő így kedves emberek között? Ugye mondtam én ezt már mióta nektek, hogy... Repül az idő így járványhelyzetben. Járványhelyzetben. Vincek, nagyon szépen köszönöm a csírt, és Marundó, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Innentől csak rímekben? Hány kártya az akkor fejti ki a hatását? Vagy azt valakire van. Így... Van. Ja, de hogy ezt valakire átszak? Aha, valakire. Ez egy ilyen átok, ja, gyakorlatilag. Aha. Ez olyan, mint a tápolás, csak másra játszott. És akkor az egy körnek számít. Igen, tehát ez egy kijátszott lap, hogy rárakod a Gáborra, hogy te innentől csak 4 lap maradhat a kezedben. Jó, oké. Viszont nem ezt szeretném tenni. Hanem lerakom a varázslatos röpködő unikornist, aki ha bekerül a karáránomba, akkor én felhúzhatok egy varázslatkártyát a dobókból. Valaki azt hitt, hogy gyerünk Gábor. A nevem Dávid. Dávid. Ninja Erik 13. Köszi! Igyekszem, már amennyire lehet. Mi volt az a varázslat, amit felhúztál? Ez a, amit a Dávid használ. Az életcsók. Jaaa! Elég jó cucc. Használj egészséggel. És akkor 8 lapon van, és akkor ugye egyet el kell dobnom. Így van. Odaadni annak, akinek a legkevesebb lapja van valójában. És kinek van a legkevesebb lapja? Nem, el kell dobni.
el kell dobni. Nem el kell dobni? El kell dobni. Nem, nem, ide kell adni a legkevesebb kártyával rendelkező játékosnak. Most egy másik játék. Dobd el! Eldobtál egy pénznyelő gépet. Ez jó amúgy. Nem tudom, fogalma nincs se, hogy mit csinál. Nem tudom, de az a neve, hogy pénznyelőgép, szóval... Különben én ez a kártya karámodban van, eldobhatsz egy kártyát, hogy húzz egy lapot. Hát ez nem elég jó. Igen, nem rossz. És én kijátszottam egy mezei unikornist. Ő nem nagyon tud semmit, ő egy mezei unikornis. Ha randizom, mindig felhajtom a gallért, csak hogy tudják. Ez van ráírva. És... Semmi. Túl sok energia. Próbáltad volna felhajtani? Igen. Randi. Csak hogy tudják. Csak hogy tudják, de hát nem tudják. Jaj, nőrd életem. Uh-huh. Te jössz. Igen, tudom. Ez nekem úgy van. Rakjuk így. És akkor nem látszik. Hát jó. Ám legyen. Jó, az van, én hogy... húztam még egyet. Én húzok egyet. És ki fogom játszani a varázslatos cica kornist. Azt mit csinál? Őt nem lehet a varázslat kártyákkal elpusztítani. Oh! Te vagy Dani. Jó, okay. 7 kártya lehet a kör végének. Így van. Jó, oké, akkor jól számoltam. Tehát az én 3-am az még tök jó. De Dave, te is jó vagy, csak Gábornak szurkolok. Hosszúval írta, tiéd le. Magyar tanár vagy, ugye? Nem. Csak vicceltem, tudom, hogy pedig. Oké, leteszem őt, sábító unikornis, és amikor ez a kártya bekerül a karámodba, eldobhatsz egy kártyát, hogy ellopj egy unikornis kártyát, ezt én most tudom megtenni, ugye? Így van, ugye. Így van. Most került be a karámodba. Jó, akkor eldobom a lámakornist, és őt elveszem. De... El foglak pusztítani. De miért azt hiszed, amikor ott van az elpusztítós? De ez az elpusztító. Nem, a másik az elpusztító. Akkor a cica az, amelyiket nem lehet varázslatkártyával bántalmazni. El foglak pusztítani. Miért engem szoktatni? Én erre tippelek. De ez kicsit olyan, mint amikor a Mi Hazánk fel van háborodva, hogy törlik a Facebookról. Nem kellett volna nácinak lenni. Ez ennyi. Hát most... De figyelj, a Trump is fel van háborodva. Hát mi az, hogy megszámoljuk a szavazatokat, bazd meg egy választási idején? Adják már abba! Hát beszélni fogok! Adják már abba! Ki van? Jaj, később fog kimenni ez a videó. Ha nyer, akkor ez nagyon rosszul fog kinézni. Ez streambe vicc. Igen, ja, majd kivágom. Te vagy, Dave. Én? Igen. Ez nagyon jó. Kérdez valaki, ez olyan, mint a robbanó cicák. Hát, kártyás és munkás art van rajta, de ezt a számítva az égvágon semmit. És van benne egy cicakornis, az már cicának minősül. Én kijátszok egy unikornis cserebere nevű kártyát, igen, amivel az én kis mezei unikornisom az kicserélődik a vadállatgyilkológép unikornisra. Ezt tudtam én tenni. De ez nagyon jól esett. Gábor. Jó volt ez. Gábor, húz egy kártyát. Dávid, nincs túl sok lapod? A 3 az mennyire számít soknak? Nem tudom. Zavaró? Nem. Tudok. Nem. Jó. Jó, és én azt fogom mondani, igen, hogy felteszem azért a kérdést. Te, igen, melyikükét céloznál? Az Ungit vagy a Dévet? De miért tőle kérdezed? Miért nem kezd meg tőle? Ő nyilvánvaló, hogy mit fog mondani. Te az Ungit? Azt mondod? Ha! Sokkal több fájdalmat okozott már neked. Ez így van. Igen, de vele minden héten találkozok, úgyhogy neki könnyebb viszonozni a fájdalmat. A pénzének a nagy része effektív függ tőlem. Hát akkor hülye főnök. Nem. Jó, Bungi, kinőtt karám, ha 5-nél több unikornisod lenne, akkor fel kell áldoznod egyet rögtön. Ezektől meg lehet szabadulni. Jó, hogy?
Van olyan kártya, ami engedi. Van olyan kártya, van. De hogyha van a kezedben NYE kártya, akkor az a például lehet. Nincs. Hát az szarik. Hát ez szopó akkor. Teddybe kérlek, ez egy hányattatás. Hányattatás kártya, és akkor attól a kamerának szó. Egy hányattatás kártya. Szeretném, hogyha ez mindenki számára így beívódna. Ezt pedig átrakok ide. Így. Nem, ez rossz helyen van itt. Ez mindenhol rossz helyen van. Játszok egy irritáló, röpködő unikornist. Ki azt tudja, hogy amikor ezt kijátszom, akkor Dáviddal eldobhatok egy általa választott kártyát. Úgyhogy légy szíves, Dávid, dobj el a kezedből egy általad választott kártyát. És ha őt fel kéne áldoznom, vagy elpusztulna, akkor visszajön a kezembe. Oké. Okay. És ennyi volt a köröm. Ungi, hozok, és húzok egy lapot. És... Köcsönök. A hülye Gábor! Nem játszhat ki tápolás kártyát. Nem játszhatok ki tápolás kártyát. Ójjaj! Oh, jó, oké. Okay. Húzok egy lapot. Ez a legjobb, amit felújítandó pályámon van. És kijátszom a rázzat föl nevű varázslatot, amivel megfogom ezeket, megfogom ezt a paklit, összekeverem, és húzok öt új lapot. Mert eldobatták velem a lapjaimat, és mindig csak nagyon kevés van. Elég jó lap. Szar lett volna, ha valaki egy nyet rárak. Szar lett volna, de most már majdnem mindegy, nem? Tudom. Gyorsan kell a nyevel. Gyorsan kell. Tudom. Ne! Gyerünk, Danikon, shake up the happiness. És te is! Jaj, most az a szám megy a fejemben. Húzok egy kártyát. Aha. Jó, majd pedig ezek után kijátszom a láncfűrészes unikornist, ami azt tudja, hogy amikor is bekerül a karámomba, akkor elpusztítatok egy tápolás vagy hányattatás kártyát. Úgyhogy innentől nem felújítandó a karámom. Nem. Jó. Azt old meg, te abszolút. Aha. Egyet húztam. És én ki fogom játszani. Hóó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 ó
Ki fogom játszani a Szerencse Forgandósága nevű lapot, ami azt mondja, hogy húzok két kártyát, aztán eldobok hármat, és aztán játszok még egy kört. Szóval húzok két kártyát, eldobok hármat. Érdekes. Eldobok három mezei unikornis. Oké. Okay. És aztán kijátszok még egy kört, ami azt jelenti, hogy húzok egyet. Igen. És aztán kijátszom a szivárvány lasszót, ami egy upgrade. És azt mondja, hogy ha a köröd elején... Tápolás, bocsánat. Ha a köröd elején ez a kártya a karámodban van, akkor eldobhatsz három kártyát, hogy ellopj egy unikornis kártyát. Ellopni, ugye valaki más karámjából átkerül az enyémbe. És ez volt ez a köröm. És... Nem tudjátok néjelni ezeket egyébként? Mert... Szerintem az elénk kimad az összes nyeh kártya. De nem ár, bazd meg! Hát... nem ár. Kaci kevert. De Dávid osztott. Gábornak nyílt napi lapokkal kell játszani. Te ennyire szeretsz engem? Igen. No, mind van. Nem. És azt, azt meghagytátok neki? Gáborra mérges vagyok. Én nem. De rám? Miért? Mert oda raktam azt az egyet? Jó, oké. Okay. Most jó legyen, jó, van egy pénznyelőgépem, amit már mindenkinél láttunk. Van egy, kettő darab csillámtornádóm, amivel visszatudok mindenkinek a kezébe küldetni egy lapot, nekem magamnak is. Van egy unikornis mérgem, amivel egy unikornist elpusztítok. Van egy újra célzásom, amivel egy tápolás vagy hányattatás lapot egy valakitől máshova átpakolok. És van egy becstelen paktumom, amivel pedig a kezemmel levő lapokat egy másik játékos lapjaival elcserélem. Az elég jó. Tehát azt például vissza tudod rakatni a kezébe. Igen, tudom, tisztelnek vele. Vagy át tudom rakni magamhoz. Oké.
klasszok. Az is jó. Ja, igen. Nekem tök mindegy. Abszolút, te vagy Dave. Én vagyok? Nagyon jó. Aha. Én kijátszom a... Kijátszom... Először is húzom. Igen, az... Jéééé, sziasztok Hunter nézői! Szervusztok Hunter nézői! Köszönjük szépen a haidet! Nagyon, nagyon kedves! Én ki fogok játszani egy unikornis orákulumot, ne. Ami azt tudja, hogy felhúzok 3 napot. Igen. 2-t visszarakok. Egyet pedig a kezemben fogok tartani, és lesz. Uh-huh. Húztam egy kártyát. Igen. Rémes, mélyes! Sellő unikornist húztam. Én tudtam, hogy mit húzol. Uh-huh. Jó. És ezek után... Én kijátszok egy csillámtornádót. És ezzel én mindenkitől visszaküldetek egy lapot a kezébe. Aha. Úgyhogy, Kaci, cica kornist vedd vissza. Nem alasszót. Nem alasszót. Nincs 3 kártya a kezében ugyanis. A kör elején. Ja, ó, sorry, nem baj, most már így döntöttem. Nem gond. Ungi, vedd vissza légy szíves a mezei unikornisodat, Dave vedd vissza a dagattot, én pedig visszavettem a... Lent. De saját magadnak is? Magamnak is, igen. Igen? Rá van írva. Azt ugye tudod, hogy... Ja nem, a Downgrade-et elraktad, mert akkor visszavehetnéd a Downgrade-et a kezedbe. Igen, tudom. Visszavettem a láncfűrészet. És te eldöntheted, hogy mit rakjunk vissza a kezedbe? Igen. Válasz ki és vetes vissza egy-egy kártyát minden játékos karámjából a kezébe, ez természetesen rád is vonatkozik. Nagyon jó. Lenéjeltem volna, ha tudtam volna, hogy nem a lasszósat küldöd vissza. Én jövök? Igen. Aha. Akkor használni szeretném a lasszót. Eldobok 2 lapot, hogy ellopjak egy unikornis kártyát. 3 kártyát kell eldobnod. Komolyan? Igen. Aha. Azért mondtam, hogy 3 lapot. Akkor 3 lapot fogok eldobni. Igen. És szeretném ellopni a sebesen röpködő unikornisodat. Biztosan ezt el szeretnéd lopni? Igen, mert amikor ez bekerül, akkor rögtön egy nye kártya bekerül a kezembe. Ez volt a kör elejé akcióm. Aha. És... Hát, hogy nem is azt tudom. Amúgy hová lett a izé kártya, ami miatt én nyílt lapokkal kell, hogy játszak? Hát azt vehetted volna vissza a kezedbe? Nem. Szerintem az Ungi azt ide rakta, nem? Nem. Ezt a... Akkor ezt... Az nem egy átok volt? Ja, a rejtett kamera. Aha. Igen, de én ezt felrobbantottam bele, úgyhogy... Nem a másikat robbantottad? Ja, de igen, a másikat. Ah, igen, akkor annak itt kéne viszont lennie. Igen, azért néztem, hogy... Igen, de azt ugye most felvehetted a kezedbe. De nem azt akarom felvenni. Tehát lássátok nyugodtan a lapjaimat. Jó, adom, adom. Állok egy unikornis kártyát. Jó, nem is ezt szeretném, ezt visszakapod. De there are absolutely no takes back side-et. Miért nem? Miért ne csinálhatnék bármit? Mert lelépted, amit le akartál. De még az én köröm van, meggondolhatom magam. Vagy most nem értem. Utoljára. Na, vegyél el akkor egy unikornist, ott Dávidtól szeretnék egy unikornist. That's a name. De ez nem egy lenéjelhető dolog. Kártyát tudsz. Tehát ez egy kártya effekt. És rám egyébként csak hagyhatnak a ne-nye. Ja, de egy ja. A sima nye lapok nem hatnak rá. Na, ezeket kellett volna visszarakni a kezébe. És akkor húzok egyet. Bocsánat, ez egy körülei effekt. Jézusom. És akkor most húztam. Na jó. Nehéz kérdés. Azt szeretném, ha...
Mit szeretném? Az ott nagy baj. Te most szórakozol velem. Miért nem a Dave-vel cserélsz? Oké, kaci. Tettel. A bestelen paktummal elcseréltük alapként. Hát ez bestelen volt. Jó, Ungi, te vagy. Ja, de akkor ez... Ez 7? De az 7, jó. 4, 6, 7. Ja, mondjuk. És mi az az egy lapot is nyílt lapokkal? Én nagyon kedvelek pedig. Engem vagy a kacust? Téged. Ja? Kacus, nem! Azt várj, az várj, azért nagyon régen. Ez micsoda? Nem, ez hülyeség. Tök mindegy mi van, csak hogy ne engem átkozzál el, hanem a kacit bazd meg, mert ott van nála egy csomó varázslott kártya, meg egy csomó unikord is, tehát hogy... Dehogyis. Aha, lónak a faszát, nem? Ez közben itt gyűjti a karámját. Leteszek egy mezeimről. Ne jössz. Hashtag no filter. Hashtag no, hashtag semmi smink, hashtag no filter, hashtag napfény, hashtag szégyentelen, hashtag selfie, hashtag mezé, hashtag tégif, hashtag nem törődöm sörény. Ez nagyon aranyos. Kellett volna hoznom szemüveget. Igen, mert nem látszod a lapjaimat? Na, akkor én lejátszom a fekete unikornis lovagot, ami azt tudja, hogy feláldozhatom, hogyha valakit bántani akarnak. Tehát ő meghalhat bárki más helyett. Húzok egy kártyát. Hú, mi az? Jó. Uni kukornis? És aztán húzok még egyet. Most ebben az esetben én el fogok dobni 3 lapot. És ezt nem lehet lenéjelni. Nem, azt nem lehet. Ebben a körben akart a másik tornádóval amúgy visszavetetni, meg azért vettem vissza amúgy a láncfűrészes, mert azzal akartam kilőni tőle. És ellopom most a sebesen röpködőt, ami mivel bekerül, rögtön kapok egy 4 lapot. És húzok. Azt hittem van kávém. De nincsen. És... Aj, tök jó unikornisaitok vannak. Ja, tényleg. Pff, hallod? Olyan kurvajok vannak. Kijátszok egy Shelly unikornist. Ez kinek a lába? Az enyém. És ha már egy ismerkedünk, azt szeretném, hogyha a mezi unikornist visszavennél a kezedbe. Shelly unikornis azt csinálja. De ezt a... Megnézhetem ezt a lapot? Meg. Te vagy közben, Ungi. Azt, az, hogy azt nem néjeltétek le, azt nem is értem. Szerintem, amikor azt kijátszottam, akkor nem volt senkinek. De, mind a kettőjüknek volt. Akkor nekem még nem volt. Az kb. A legelején ment le. Aha. Amikor kijátszottatok azt az ötöt egy másra. Igen, azért na. Adtam a kertjét. Misztikus... Faszom. Misztikus örvény. Veled együtt minden játékos dobjon el egy-egy kártyát, ezután kevered bele a dobópaklit a húzópaklitba, és itt én határozom meg akkor, hogy ki melyik kártyát dobja. Nem a kezéből. Nem a kezéből. De az eldobás. Veled együtt minden kezéből el egy-egy kártyát. Szar. Azt hittem, hogy a karámból. Az eldobás az a kezéből van. Fák. Még meggondolhatod magad. Akkor meggondolom hát, magam, de ez a hülyesség. De te is ugyanezt csináltad. Egy fostalig a szar vagy András. Igen, ez általában a társas játékos streamek azok kevésbé szólnak az úgynevezett mentál higiéniáról. Itt leginkább a... Hogy vagytok ti még mindig barátok? Én úgy gondolom, Kaci, hogy én... Mégiscsak leteszem ezt az Át legyen. Én húzok. Mennyi kártya van ott? Aha.
És az unikorn is méreggel meg is ölöm őt. Nem. De. De az én nyeklapomat nem állíthatod meg nyeklappal. A te kián... Az én kártyáimat nem állíthatják meg nyekkártyák. Az teljesen... Így mit csinálsz? Igazániból vársz, amíg kihúzol egy kártyát. Hát de addigra érted? Értem. Jó. Akkor... Ezt mondja, értem. Jó. Ezt akárhányszor olvasom, mert ezek nem fognak nekem segíteni. Broken, bazd meg. Kaci, te vagy. Én vagyok? Igen. És ebben az esetben... Ezek teljesen átlagos, ártalmatlan unikornisok. Akkor én el fogok dobni 3 lapot. Egy körünk van kihúzni valamit. Tudod, amiből neked 2 volt a kezedben. Eldobok 3 lapot. Olyan feje van, mintha még... Ellopjak egy unikornis kártyát, és a csábító unikornist szeretném Mungitól ellopni. Ez mit is tud? Mi azt tudja, hogy amikor bekörül a karámomba, akkor eldobhatok egy kártyát, hogy ellopjak egy unikornis kártyát. Úgyhogy eldobok egy kártyát. Ez egy szarjáték. És ellopok egy unikornis kártyát. Mármint vegyétek meg. Köszi, itt voltatok. Király ez a játék, nem is emlékeztem, hogy ennyire jó. Bezzeg, hogyha ez bárki másnál történik. Mi ez a broken szar? Nem lehet lenéjelni? De hogy ez tényleg fura. Hát ez szerintem az 1 millióból 1. Hogy, szóval akkor játszunk még egyet. Játszunk még egyet, és most kever egy telét, szíves. Úgynevezett kombinált. De ne azt ne vedd el, az a... Ja, bocsánat. De jaj, tőlem elvettétek. Add vissza neki a baby cornisát. Látszik, mert fehér a háta. Fehér, igen. Saját magad is gondolom. De ez a tiéd. Ez a ginger. Ne? Ez a tiéd. Köszönjük, hogy itt lehettünk kitrédelünk. Igen. Nem tudom, hogy kitrédelünk. Nem kacit. Nem kacit. Kaci, aláhúzás, csal. Ha lesz csata. A Twitch handle. Na, mondjad, mi a csatorna neve? Nem tudom. De komolyan. Tehát, hogy sokkal jobban örülnék, az mennyire vicces lenne, hogyha hamarabb elindulna a Twitch csatorna. Úgyhogy itt kitaláltad, mint Kaci. Figyelj, hogy aki 2,5 éve beszél róla, hogy... Ha sikerül megoldanom ezt a tabletes hülyeséget, akkor YouTube-on biztos, hogy előbb fogok elkezdeni streamelni. Ja, hát az... Vagy ez nem számít, ez béna. Hát, nem béna, csak kellemetlen. Gáz lesz, amikor a Trump hamarabb streamel Twitch-en, mint mi, tehát, hogy... Igen, Among Us-t, vagy... Mit kéne Trumpnak streamelni? A... Ugye, hogy ti is halálra néznétek, hogyha nem ragadt, az egy 4, megtart, nem adom de jó lehet, nem jó lehet. Tehát láttuk, hogy ott van, de szar lehet. Nem, mert neked az előző körben is mindenki látta a lapodat, úgyhogy most megérdemel. Igen, tök mindegy, de figyelj, most is így megfogom, hogy az egészet, és tessék, nézzétek a kártyát, itt van, már megszoktam. Ki kezd? Te. Győztes. Akkor kijátszok egy varázslatos cicakornist. Ja nem, húzok előbb. Már megint ott van nálad ez a szar? Nem van bizony a varázslatos cicakornist. Te vagy Ungi. Mi a... Mit tud az a cicakornist? Nem lehet elpusztítani varázskártyával. Ja. Anyád. Megint ott van nálad a csábítós. Húztál a körül elején? Az tök jó, azzal nyertem meg az előbb is ember. Jaj, az meg van, Kaci, igen, hogy semmit nem fogsz lerakni ebben a körülben. Jó, hogy nem. Semmit, geci. Orange was ejected. A...
Teljesen mindegy, mert YouTube-ra úgyis az első rész megy ki, azt meg én nyertem. Most direkt látják őt kicsiben. Megtennéd, hogy ezt visszaveszed a kezedbe? Bármikor. A Shell Unicornisomnak köszönhetően szeretném, hogyha... Szóval, hogy direkt látják ők most kicsibe a... Így nézd, így. Milyen streamerek vagytok ti? Anyád. Az egyik rossz, a másiknak meg nincs. Szóval... Honnan jött ez? Miért beszélgetünk a péniszről? Az egy... Ha most mindenkinek akar állni a pénisze, figyelj, akkor az enyémnek szivárvány órája van. Tehát innentől kezdve nem lehet az unikornisemet elpusztítani. Nagyon bátor vagy, hogy felvállalhatod. Ja, de lopni még lehet. Lopni lehet, igen, abszolút. Az egy darab baby narválomat hallod. Húzok. És húzok még egyet. És hány lapod van? 2, 4, 6, 7. Számoljuk azt meg még egyszer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lehet. Nem valószínű, de lehet. Ungi, nem kellett volna egy lapot eldobnod, azt írja a chat. Nekem 6 lapot. De nem a Z-effekt. Nem, azt vissza kellett vennie csak a kezébe. De ne, ő miatta, tehát ő nála, mert a kacinál... Ja, eldobhatok egy kártyát! Igen, hogy... Nagyon igen. Jogos. Jó. Köszi! Ez a mezei unikorn is, ez már nálam Mr. Skull! Köszönjük, mezei unikorn is. Sok emoji-val. A textel... Emoji textelős mezei... Igen, mert... A mezei influencer. Sírós, nevetős emojit nem írunk, olyat nem írik, úgyhogy ezért dobtam el. Én jövök? Nem Ungi. Olyat nem írunk. Olyat nem szabad. Olyan. András, te jössz, nem? Ki jön? Én kétszer voltam, és Ungi van. Ja? Ja. A faszom történik, Ungi. Stényleg rám szóltál. Hát, mert csalsz, bazd meg, azért. András? Hány napod van? Még mindig 7, nem változott azóta semmi. Tudtél, hogy 8 lapja van. Nem, 7 kártyája van. Biztos? Matematikailag 7 kártyám kell, hogy legyen. Látom a kártyáit, úgyhogy 5-tel kezdtem, az első körben egyet húztam, egyet kijátszottam, szóval nem változott a szumma, és a második... 2-t. Tűnt, mégis leveszem a picakorlást. Szerintem az jó. Remek. Dave. Nagyon jó. Én húzok egy lapot, és miután ezt megtettem, lerakom az igéző narvált, aki azt tudja, hogy ahogy bekerül a karámomba, ellophatok egy úgynevezett tápoláskártyát. Nem. Léci! Nekem az kell. Köszönöm szépen. Szépen. Ez nem tetszett, ahogy ezt mondtad. Akkor én húzok. És aztán húzok még. Ne fenyeges! Én csak egyet fogok húzni, és... 8. Azt fogom csinálni, hogy kijátszok egy mezei unikornist. Aki elég hipster, ilyen kicsit ilyen ungis. Azt mondja, hogy csak a kazi meg a bakelit. Nem vagyok ilyen. Egyáltalán nem. Most ez a casual rapist vonal erősödött. Szerintem még mindig Beatles boy, de... Annyira nem Beatles boy. Tehát, hogy én voltam hosszú éveken keresztül Beatles boy, úgyhogy én nagyon jól tudom, hogy ez zsíregyenes. És azóta a Kozsót másolod a szomorú szamurájból. Tehát... Vagy várj, ez nem is ennyire a Kozsó kellett a szivárvány aura, vagy azt nem? Azt hittem, én vagyok a szarharc, mi? Igen! De arról meg voltam győződve, csak hogy... Jó. Fió! Na. Haló! Igen? Értelmezésbeli kérdés. Ha nem kerülhetnek mezei unikornis kártyák a többi játékos karámjába, akkor amik eddig lent vannak, azok is visszakerülnek. Nem, onnan? Csak innentől kezdve nem lehetünk le. Lényegtelen, attól függetlenül ez jó. A méh királynő unikornis kártyát. Az azt jelenti, hogy mostantól mi nem rakhatunk ki mezei unikornis. Aha. Dave? Értelek. Az baj, mert a terveim között szerepelt egy mezei unikornis kijátszása, viszont akkor a szivárvány lasszót kijátszanám. Uh-huh.
És ennyi volt a köröm. Mit csinál az aura, a lófügy? Nem lehet elpusztítani az unikornisaimat. Uh-huh. Az unikornisaidat. Igen. De ellopni meg ilyenek, azt lehet. Persze, nyugodtan. Sőt, hogyha ellopod az igéző normált, akkor ellophatod az egyik tápoláskártyámat. Komolyan? Hát persze, mert hogy az igéző normál az azt csinálja, hogy ha bekerül a karámodba, akkor el tudod lopni a valakinek a tápoláskártyáját. Jó. Hát akkor ezt fogom csinálni. Ja, szóval én kiátszom döfkét az unikornist, aki igen. Azt mondja, ha én feláldoznám, vagy elpusztulni ez a kártya, akkor én elpusztíthatok egy unikornist mástól. Az elég zsír. Az nem rossz, az igen. Az elég zsír. Igen, az tök jó. Az tök jó. Nagyon kiváló. Ez ilyen Hail Mary általában. Abszolút, igen. Olyan, mint amikor az előző játékban megtanultuk, hogy ezt a kurva lasszót nem hagyjuk játékban, igen, de kiátszom a harmadik körben. A láncfűrész és unikornist, az azt tudja. Amikor bekerül a karámodba, akkor elpusztíthatsz egy tápoláskártyát, úgyhogy a szivárvány lasszót szeretném elpusztítani. Még hadd beszéljem meg, hogy nem. András, nem. Na, csak egy kicsit. Mi lenne? Visszahúzod. Mi lenne? Ha nem. Ne legyél már gecina! Vannak külön lapok ebben a játékban arra, hogy ez a beszélgetés amúgy ne történjen. Igen, csak az a baj, hogy én I know for a fact, de hogy neki van ilyen kártyája, ami... Na? Várjál, tudod mit? Né. Nem játszhatod ki azt a... De. Ez esetben? Nem akarod esetleg? Megnéztem, hogy téged lenyeljelek, de sajnos... Fú, ne! Fú, ez nagyon rosszul. Te nem jössz velem haza, hallod? Ó, de. Itt hallottátok először. Hát, még csak először hallott. Az összes tanítványod itt van a cseten egyébként? Nem. Ő családtag. Ja! Ugyan. Sajnálom. Kösz, Matyi! Legutóbb hagytam nyerni játékban. Igen, de szadista a szülőktől, hogy Torok Matyinak hívnak valaki. Török. Azért nagy arcod van belekötni a kommentelőbe, aki nem tud neked visszaszólni, Isten igazából. De ha nem most jár itt először, akkor tudja, hogy azt szeretek viccelődni, és egyébként valószínűleg sokkal jobban kedvellek, mint Gábort. Így látatlanban. Látod ezt a lapot? Nem vagyok róla meggyőződve, hogy te kijátszottad volna, Matyi. De ez a biológiai hulladék, akivel te megosztod a véredet, az kijátszott. El vagyok esetben, Matyi. Kérlek szépen, érítsd hozzá a makkodat a következő családi eseményen a meggyes pitéhez, amiből Gábor falatozik majd. Ez az egy kérés van. Köszönöm. Na, most, hogy ez a... Mehetünk is tovább, tehát, hogy most... Ripacskodás megtört. Köszönöm, Ungi! Köszönöm! Igen, mit játszol ki? Letettem a csillámbombát, tehát a köröd elején ez a kártya karámodban van, feláldozhatsz egy kártyát, így elpusztítsunk másikat. Nagyon jó, szuper! Dave, te jössz! Már is. Ez elég is. Bocs, Matyi. Feláldozhatsz egy lapot, hogy elpusztítsunk másikat. Elpusztítsuk egy másikat. Jó. Az a helyzet, hogy van itt egy ilyen előkelő norvál, ami ugye azt tudja, hogy előkeresed egy lapot, egy tápoláskártyát a pokiba. És aztán felhúzhatom a kezembe. Én ezt megtettem. El ne dobassátok. Jó, én húzok egyet. És kijön a fekete unikornis lovag, te jössz, Kaci. Én is húzok egyet.
Az elég jó. Kijátszom a dupla kötelet. Ez azt tudja, hogy ha a köröm elején ez a kártya karámomban van, akkor kettő kártyát is kijátszhatok az akciófázisban. Azt nem lehet ott hagyni. Azt nem lehet azt ott hagyni. Hát akkor hagyd. Mondod ezt te, aki ellopja az Istent is. Ungi. Te kussoljál, szerintem, leginkább, nagy részt. Észrevettétek, hogy ez a játék, ez így megy, hogy... Nem. Annyit várok okay, rád, boomer. Hogy még nem tetted le? Nem. Mert eljárva rávárhatsz a következő kedély. Értem. Akkor. De... Aztra gondoltam én is. Felszervezett szápa, amikor ez a kártya bekerül a karámodba, feláldozhatod a kártyát, hogy... De akkor nem, mert fel. Ja. Ezt áldozom fel. Ezt áldozod fel, de sajnos egy unikornis kártyát tudsz elpusztítani, nem egy upgrade-et. De ez, ő már kint volt De hülyeség, most tettem ki. Ja, hogy én csak unikornis kártyát pusztíthatok. Bekerül a karámodba, nem a feláldozhatod ezt a kártyát. Ezzel akartam először, csak aztán jött ez, és jó, de az mi van arra alapra írva? Ez elpusztíts egy másik, elpusztíts egy kártyát. Mikor? A köröd elején. A köröd elején. Jó. Tehát, hogy akkor ez most még nincs kint a köröd elején. Igen. Nem, most azért akartam ezzel, mert azt hittem, hogy ezzel is kártyákat tudok elpusztítani. Ezzel unikornist. Tehát, hogy most a köröd elején, ez a kártya a karámodban van, feláldozhatsz egy kártyát. Ebből a négyből. Igen. Az, hogy én már húztam, az baj. Igen. Jó, hát, legközelebb. Körülbelül nincs, annyira, mint amennyire de... kacinál, amikor visszajátszotta az egészet. De... Még a köröm van! De... Jó, én megengedem, hogy ezt most megted. Hogy működik ez? Hogyha elpusztítanák ezt, akkor ő a bölcsibe kerül? Ez akkor ő ide kerül, tehát ugye nem a dobóban, nem, dobóban hanem ide. Nem. És akkor ez mit jelent, hogy ott van? Semmit. Azt nem fogod tudni kihúzni, tehát annyi van. Úgyhogy általában a... De és nem ezt nem most tudom. Nagyon kérlek, ne klipeljétek ki külön, de általában a bobákat éri meg megölni. Jó. Megölöm. Azt elpusztítom emiatt. Uh-huh. És akkor ez megmarad, ugye? Ja, igen, ezt tudom. Igen, és most jön a köröd. Így van. És most jön a köröm. Már húztam, tehát leteszem... Nem tudom, miről beszéltek. Mindent letomadok! Jaj. Még mindig nem játszhatunk ki ezzel unikornist? Nem, még mindig nem. Én meg most vettem észre, hogy igazából két darab unikornisom van, mert a narvájaim azok nem unikornisok. Azok nem számítanak? Nem. Azok sajnos nem. De ugyanaz a jelük. Ugyanaz a jelük, de nem számítanak. Tehát, hogy amikor azt mondja valaki, hogy elhúzok egy unikornist, akkor ezeket nem húzhatja el. De hát de a végén ezek is számítanak a seregben, nem? Ezek nem. Csak az unikornisok. De bele számít, mert az az ikon van rajta, hogy az mágikus unikorn is. Tehát, hogy ugyanúgy, mint ahogyan a rinocérosza is azért számít unikornisnak a kacinak még az előző játékban. Meg a cicakorn is. Igen. Szerintem abba bele számít, de ja. De nem az van, hogy van nem. Az eredeti, és nem tudom, hogy ebben benne van-e, vagy az kiegészítős lap, de hogy van olyan, ami... Azért, mert ugye van olyan kártya, igen, van, nem tudom, hogy ebbe, csak ami... Nem tudom, hogy ebbe van-e. Mi megnézzük a végén. Ami pondát csinál az összes unikornisokban. Úgyhogy az unikornisok mostantól pondák is nem tudsz nyerni. De nem tudom, hogy a norválok... Szerintem számoljuk őket unikornisoknak, azon biztos, hogy sehol nem tér ki a szabályra. Jó, unikornis nem számít. Jó, én leteszem akkor a lámakornist. De bocs, nem te vagy. De. Ja, még ő van. Volt a köröm elején, aztán húztam, és most csinálom. Igen, elnézést. Amikor ez a kártya bekerül a karámodba, minden játékos veled együtt kötelezően eldob egy kártyát. Például ezt a mezei unikornist gondolják. Mezei unikornist. Tudjátok, amit nem tudunk kijátszani. Emlékszel rá? Dave, te vagy. Nagyon hasznos. Kikereshetsz és felhúzhatsz a húzópaprikkal egy hányattatás kártyát.
meg jó pedig. Biztos hasznos, de... Én húzok, és... és ki is játszom az Amerikornist, és ezzel véletlenszerűen elhúzok valakit egy lapot, aki legyen az... Hány napot? America... négy. Hat. Négy. Dávidnak öt lapja van lent, csak mondom. Igen, látom. Értem. Húzok egyet. Minden lap unikorn, és kivéve az upgrade, downgrade és a magic lap. Yeah. Ja. Mert ugye van a rémes ménesnek kiegészítője, nem tudom, hogy azok megjelentek-e magyarul, de azt hiszem, hogy nem. Azt mondom, hogy három ilyen külön pakli is van, és abban van egy csomó ilyen extra cucc, mint például a pandamónium, amivel pandává változtatsz mindenkit, meg azt hiszem, hogy játszottunk az alapjátékkal, játszottunk az éval, játszottunk úgy, hogy benne voltak a kiegészítők, úgy, hogy csak a kiegészítők voltak benne, játszottunk a Kickstarter Exclusive Control and Chaos-szal, te jössz egyébként közben. Igen, tudom. Kijátszom a pofátra a labdást, kérem a kezedet. Elveszek belőle egy lapot. Miért? Én megnézem a kezedben levő kártyákat, és elveszek belőle egy lapot. Mert ez egy pofátlan labdás. Mert ez egy pofátlan labdás azért. De ezt megszoktam a mellett. Ja, te voltál a négyes srác, úgyhogy... Lennék panda. A pandamónium alapjátékos lap. A pandamónium alapjátékos lap. Igen, végre. Végre. Nagyon izgulsz, látom, helyes. András. Én fogok jönni. Ó, aha. Jó, azt nem. Kösz. Szerintem... Ja, gondoltam, hogy ezt összerakod fejben. Igen. Szerintem az a lúdanyom. A lúdanyom volt, igen. Fordítok, egy olyan kártya volt nála, amivel egy pólyását is ki tudott volna játszani rögtön. Tehát egy labban megnyerte volna a játékot. Jaj, el tudtam venni. Borzalmas lett volna. Évök, húzok. És kijátszom a Chillentornádót. Ez azt tudja, hogy mindenkinél választok egy lapot, amit visszavesz a kezébe. Nálad azt szeretném, hogyha a csillámbombát venni vissza a kezedbe. Nem. A cicakornist venni vissza a kezedbe. Dávid, nálad azt szeretném, ha a pólyás unikornist venni vissza a kezedbe, és nálad is azt szeretném, ha a pólyás unikornist venni vissza a kezedbe. Okay. És ha most a kezetekben van a pólyás unikornis, és elolvassátok, hogy az van ráírva, hogy ha feláldoznád, elpusztítanák, vagy kézbe rakodnák vissza ezt a kártyát, akkor ragd inkább vissza a bölcsibe, akkor oda tegyétek. Nagyon szépen köszönöm, és magammal pedig a láncfődés unikornist fogom visszaverni a kezembe, és te vagy Ungi. A cicakornisra nem hat a mágia, nagyon okos, úgyhogy a méh királynét vedd vissza a kezedbe. Ja, és akkor... Igen. Aha, király. Köszönjük! Tiborius 86 a sasszem. Ungi meg a fogyi, hogy nem szól. Ugye milyen jó, hogy csak itt... Csak teszteltelek, Ungi, hogy figyelsz-e, hogy ez a cicakornis? Hát nem figyeltem. Dani. Szóval Ungi, te vagy. Az lenne a kérdésem, hogy körönként egy új lap érkezik a kezedbe, és minden egyes körben ugyanúgy végigolvasod az összes lapodat. Nem lehetne az, hogy... elfelejtem. Jó, igazából... Nem csak a passzak, hogy csak YouTube-on rajzolgatsz. És csinál valamit, ha bekerül a karámodba? Nem. Nem, semmi. Ez esetben. Nincs valami, mit csinál? Most már mindegy. Most már oly mindegy. Most már mindegy. Hát akkor én kijátszom a karám nehéz tüzérséget, ami azt tudja, hogy ha köröm elején ez a kártya ez itt van, igen, akkor eldobhatok két lapot azért, hogy elpusztítsak egy unikornist. Remek. Akkor én jövök, húzok egy kártyát. Rázzad föl! Majd pedig... K-
Ki játszok egy normál? Ja, várjál, őt nem játszhatom ki, mert ő basic. Ő basic? Ő basicnek számít, igen. De narvál, nem unikornis. Nem, de azért az... Én tényleg azt hittem, hogy a narválok azok nem számítanak unikornisnak. Mit raktál ki? Egy kártyát, amivel két lapért el tudok pusztítani unikornist. Jó, szóval én kihozom a Ludanyi unikornist, ami viszont visszahozza nekem. Aha. A baby-met. Az elég jó cucc volt. Ja, nem rossz, igen, az a Dave nyert volna rögtön. Nem, mert azóta megtépázták. Jó, én azt nem tudhattam. Hát... Nem, semmi. Én is kijátszom a karám nehéz tüzérséget. Az elég jó. Az Ungi. De egymásra itt fognak lövöldözni. Mi meg itt ülünk a keresztűzbe. Kölcsönös tűzszünet? Oké. Okay. Mondta Biden Trumpnak. Jó, én a visszarúgást fogom tenni. Aha. Rakos vissza egy kártyát a másik játékos karamjából a kezébe. Neked több kártyád van, te azt vedd vissza. Miért? Mert azt mondta. Ezt tudja ez a kártya. De nem akarom. Tedd vissza a kezedbe. Majd ugyanez a játékos dobjon el egy lapot. Varázslatkártya kimegy onnan. Ja, ez fosséget. Én az unikukornist szeretném kijátszani, ami azt tudja, hogy bekerül a karámomba, felhúzok két kártyát, és eldobok egyet. Vagy már te egy kukornis. Tudod. Amúgy kerüljön már be egy tisztességes unikornis egyszer az életben. De már rég bekerült volna, by the way, hogyha le lehetne rakni normál unikornisokat. Mert normál unikornisokat éri meg a legjobban lerakni, mert azokat nem akarjátok folyamatosan megölni. Jó, és nekem jön egy unikornis méreg. Bocs, Dave. Jó. Még nem elfelejtettem, mit csinál a szivárvány szarod? Hogy nem tudja elpusztítani. Ja. Csak meg akartam várni, ameddig ő erre ráigre saját magától. Sorry, igen. Semmi baj, akkor nem. De az kell... Mindegy. Persze... Jó, oké. Okay. Nem, csak viccelek. Játszunk a homokozóban. Formájkkal, az már. Jó, te vagy, Kaci. Most én... Eldobnék két lapot a köröm elején, aha, hogy elpusztítsam Ungdani csábító unikornisát. Ne. És aztán kijátszik valamit, amivel felveszi végre. És... Kaci, tudod, mit kell tenned? Kijátszom a láncfűrészes unikornist, ami elpusztítja a szivárvány... Aurádat. Nem akarja valaki lenéjelni? Néjed mele? Nincs itt néjed? Nincs itt néjed? Ne. Kapsz érte... mindent. Azt írják, hajrá, Kati, köszi! Azt írják, azt írta valaki egyszer. Nagyon sokan írják. Senki. Na, lerakom szivárvány unikornist, akit ha berakok a karánomba, akkor egy mezei unikornist is mellé. Nem lehet kijátszani mezei unikornist. A te kártyád miatt nem lehet kijátszani mezei unikornist. A többi játékos karám jelent. Oh, király! Na, látod? Király. Tudod a szabályt. Unikornisok a rémes ménes királyával beszélsz. Akinek el kellett olvasni a játékszögét, amivel játszik egy ideje. Rá van írva egyébként a kártyáknak a hátuljára, és minden a másik oldalát olvasgatod. 24 per 7. Az a 2, 4, 5. Jó. Hát, ez egy ilyen. Én lerakom ezt a rinokornist. Ez nagyjából azt tudja, amire számítani lehet. Én a köröm elején elpusztíthatok egy unikornist. Cserébe átugrod a köröd. Igen, az akciófázison. Mm-hmm. Mm-hmm.
Inkább kérdezz, András, mesélek. Kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak a lapjai. Ja, ezzel, ülje vissza nyugodtan, végigmondom. Ezzel, ha körülbelül ott van, akkor megölök valakit. Igen. Ezzel, kettőt húzol egyet megtartasz. Ez, elhúzhatsz egy kártyát, véletlenszerűen valakinek a kezéből. Ezzel felhúzhatsz a húzópaplival egy tápoláskártyát. Ezzel ellophatsz egy tápoláskártyát, igen. Ezzel pedig visszarakhatsz egy kártyát valakinek a karabinából a kezébe. Jó. Őnála arra vagyok kíváncsi, hogy neki nincsen üzenje. Jó, úgyhogy ezt a gentlemanly unicornist én azt mondom kívánnél, hogy jó mély reggel, köszi. Te vagy, kaci. Nagyon kevés unicornisom lesz, mire én kerülök sorra. Egyet fogok húzni. És ki fogom játszani az élet csókját, ami egy mágia, és azt mondja, hogy a dobó pakliból feltámaszthatok egy már halott lapot. Én a csábító unikornist szeretném feltámasztani, ami azt mondja, hogy ellophatok egy unikornis kártyát, ha cserébe eldobok valamit, úgyhogy eldobok egy... Nem. Őre nem. Jó. Csináljuk ott. Na végre. Uh-huh. Végre. Ez a lap ilyenkor elég? Vagy ilyen ez szépen? Ilyenkor kuka-muka-muka. Aha. Van egy határ. Elérkezett. Uh-huh. Jó, és ilyenkor én csinálok mást? Nem, nem. Hát kijátszottad. De hogy ez azt mondja, hogy állítsd meg azt a kártyát még a hatás végre. Akkor nem. Ez biztos? Hát én nem csinálhattam semmit utána. Ennyit tudok. Az élet csokja. Vegyél fel! Vedd fel az összes! Vedd fel az összes pólyás unikornist! És jelsz ki belőle a magyar származásokat! Főzök egy kávét! És aztán hozd világra őket egyesével! Csinálsz nekem még egyet? Ne! Szeretem a koffein! Ne! De hát ez szar! Sorry bro! Nagy lett volna az a karám! De hát még akkor is nekem lenne a legkevesebb lapom. Nem. Az öttel még mindig csak egy szinten lennék velük. Azt tudom. Húsoljál már! Akkor ennyi. Kibaszott vinyagép. Ennyi volt a köröm. Lehet az, hogy csak a videó szempontjából addig ne menjen tovább a játék, amíg kávét főzök ezeknek a rohadékok. Jó, akkor addig WC-zek. Nem, mert egy mérek oda. Két WC van! Egy nagyon pici szünetre el fogunk menni, bocsánat, mert itt hirtelen mindenkinek dolga lett, de mindjárt jövünk. Iratkozzatok fel! Nem kell.
Bocsánat. Tudok csalni! Bocs! Oh. Na, bocsánat. A kis szünet volt. Tehát ezt láttátok, úgyhogy ez nem lefetés szerintem. Én azt sem tudom, hogy ki jön. Én Ungi. Ungi. Azért nem mentünk tovább, mert 10 percre gondolkozott. Igen, Ungi már húzott. Na, és Ungi, de ha most elkezded olvasgatni a lapjaidat, most akkor megőrülni a fazba meg. Esküszöm, ez jó, ez. Imádom ezt a játékot, na, amikor az én oldalamra broken. Amikor ez a kártya bekerül a karámodba, felhúzhatsz egy nyeh kártyát dobó papírból. Az elég hasznos. Hagytuk, hogy a hatodik unikorn is lekerüljön be egyébként? Uh-huh, úgy tűnik. Ja, én nem húzok, már ilyeneket tudok. Ó, ez nagyon jó. Én kijátszom a szerencse forgandóságát, és felhúzok két kártyát, eldobok hármat, és aztán van még egy köröm. És van még egy köröm. Dávid, te próbáltad már a Mars terraformálását? Imádod azt a játékot? Imádom azt a játékot, és a szivárványban szót szeretném lejátszani. A Mars terraformálását igen, én próbáltam, én nem szeretem. Nem az én játékom. Malac az a helyzet, hogy nem az én játékom. Ugye nem sértettem meg Matyit? Nem. Biztos? Biztos. Ne haragudj, Maty. Oda csekkoltam. Ja, oda csekkoltam? Igen. Akkor jó. Azóta már nem nézi, de... Azóta már írja fel háborodat a Twitch-re, hogy kigyűjti. Kiragasztotta a falra a dévképét, és mennyi dárszat. Dobálja. De erre írta hogy vette a poénz, csak majdnem leköpte a teájába, vagy nem tudom, mivel a képernyőt, hogy én elkezdted mondani. Na szóval... Meglátom, hogy te mekkora vagy, és elkezdtem, hogy ő mekkora. És megreppentél? Hát azért azt nem, mert Gábort is a... kenyérre lehet kenni. You don't like me when I'm angry. És még rímelt is. Valamit azzal kell ott csinálni. Igen, ezt tudom. Kaci, neked van egy ilyen lövetős baszkurád. Nem fogom. Ha nem csinálsz vele semmit, én nem lövöm le. De én nem tudok vele mit csinálni. Akkor megnyeri az Ungi. De most mi? Nem tudod lelőni? Nem tudom. Le tudja lőni, ő akarja. Ő akar itt az Istát. Én vagyok az utolsó, úgyhogy ha ti nem komitoltok, hogy megejtsük az Ungit, akkor... De én nem tudok komitolni, nem tudok mit csinálni, fiú. Hát ne basszál már föl. Haló! Vince, nagyon szépen köszönöm, hogy Matyinak ajándékoztál egy szavot. Matyi, üdv nálunk. Normális is sokkal kedvesebb vagyok, csak a társas játék hozza ki belőlem az állat. Elnézést. Elnézést. Ki jön? Én. Csinálj valamit a 8 lapodnal. Jó, én kijátszom a fenséges, röpködő unikornist. És ő azt tudja, hogy amikor is a karámomba kerül, akkor felhúzhatok a dobópakliból egy unikornist. Ez már benne van? Már majdnem így. Nem látom. És ezek után, mivel van 7 kártya kezembe, ezért nincs más, akkor Kaci, te vagy. Ne bánts. És meg is ölöd, ugye? Azt nem lehet. Azt nem lehet. Nem kell. Tehát kártya effekt, az a kártyát tudsz nyezni. Egy lapot. Mert majdnem olyan, mint a dínósban, tudom. Játszom a hatalmas narvát. Hatalmas narvát, azt tudja, hogy kikeresetek egy narvál kártyát. De akkor ezt miért ide rakod? Azt én sem tudom. Ezek, hogy bekerül a karamod, de kikeresed, és felhúzol udobban a kártyát, mert akkor narvál szó szerepel a nevében. Ha itt teszel, keverd utána meg a paklit. Nem tudom, miért oda raktam. Kösz. A kép, Dév. Ja igen, azt kérik, hogy cseréld meg a... Jaj, most nem szóltam. Kettőt. Egy. A mezei unikornis nem jöhet a karámba. Úgyhogy Ungit akarodj az anyádba. A mezei...
a unikornis? Miért van olyan fiú név, hogy Kornis? A kedvenc bandám a Metallica és a Korn is. Nem? Nem, ez nekem tetszett. Jó, ez szerintem is. Amikor kiátszod ezt a lapot, keverd újra a húzlapot. Ezt igen. Mondja a hatalmas alapot. Ne te keverd újra, majd én újra keverem. Ez egyre rosszabb. Az ember próbálja tényleg megosztani a művészetét másokkal. A szenvedélyén keresztül, hogy végre felfedezzék. Ungi, te jössz közbe. De még nem tudok. Ja. De hogy nem, addig, addig kezd el olvasni a többit. Adj. Na megvan, mit csinálok. De akkor mi miatt a kér akarsz húzni? Hát mert előbb húzni kell. Előbb húzni kell. Hát, hogy ő tudja, tudja a szabályokat. Ő is tud csalni. Na, szerencse forgandósága. Akkor én ugye el... Ja, húzol kettőt, eldobsz hármat, és aztán van még egy köröd. Javasoltuk már, hogy ne dalban mondja el, hanem inkább táncoljon. Kiírtam, bozd meg. Ez mi volt? Ez most honnan jött? Nem volt narvál a telibe vett húzóban. Ja. Olyan narvál benne? Nem volt benne egy narvál sem. Hát baszki, kár, hogy három van a kezemben. Ezt eldobom. De varázslott kártya sem volt, ami narválos? Nem. Ezt eldobom. Megvárjuk, Ungi, ne aggódj! No narvál, no cry. Eldobom ezt. Kati nulla, nulla hét nagyon jó. Akkor hogy van, amikor újra kezdem a köröm. Húzol egyet. Én nem húztam faszol egyet. Ez. Amikor újra kezdtem a körömet. Az. Ja. Az baj. Enarvált lett, Kaci. Mint a normál pénisz. Nagyon sajnálom ezt. Normálnak van pénisze? Csak van. Hát, egy, a normál emlős, nem? Igen. There has to be a penis then, right? Yeah, there has to be a penis then. Normál emlős. Igen. Szerintem a normál emlős. Normál emlős. Hát ez valami baby shark, vagy baby... Baby narval. Baby mármint ilyen baby... Narvals, narvals, swimming in the ocean! Cause they are so... Na, te játszál ki kártyát! Jó! Kiabálj benne! Bocsánatot kérek! Narval az egy párosújú patás. Wow! Nincs is újja! Ezt írja a Wikipedia. Amikor ez a kártya bekerül a karamodba, eldobhatsz egy másik játékos általa választott kártyát. Választod ezt? Nem, nem fogom azt választani. És most? Most sem. Normál. De ugye... Kinek van ennek? Jó. Akkor választ egyre függetlenül. Nem. Jó, oké. Gábor, válassz egyet. Mi? Én? Igen. Mit? De miért engem? Mert szeretném, ha ez egyszer működne. Mit csinál? Most működik. De mi? De mit csinálok? Válassz mi egyet, van? Amit eldobsz. Várjál, amikor ezt a kártyát meg kell akarni, eldob... De az eldobat, az kézből dobat. Akkor kézből dobat. Jó, dobok el kézből. Most ennyire örülsz neki, figyelj, itt van én csillámbombám, eldobtam. Azt mit csinál egyébként? Köröd elé, János Kercs? Feláldozhatsz egy kert, hogy elpusztíts egy másikat. Az elég jó, az elég jó. Na! Én azt mondom, hogy én jövök. Úgyhogy én... Igen. Miért patás a normál? Nem tudom. Ha valaki tudja, hogy miért párosuljú patás a narvál, írja már le nekünk, mert Kaci kiborult. Kijátszom az unikornis orákulumot, ami azt tudja, hogy felhúzok három lapot, és felvehetek egyet a kezembe. És ezt a kettőt pedig, ja nem, ezt a kettőt visszadarakom. Ezt fogod húzni. Vízi tehénes. Aha. Ja! De és akkor így jobb. Besételt, és ott maradt, és azt mondta, hogy... Fuck this! Fuck that shit! Fuck that jazz! Na, megfejtettük a narvát. De a narvát az igazi, ugye? Igen. Jó. Jó, én akkor húzok egy kártyát. Tényleg van narvál. Van narvál. Ha.
Nem akár adjátok. 400 méterig is lemerül. És már 30-40 évig. Szóval én kijátszom a Necromanta unikornist, amivel eldobok két unikornist, és aztán kijátszok innen egy unikornist. Ez egy mega nyeh, amit nem lehet nyehni. Úgyhogy... Ez tényleg nem. Úgyhogy... De nagyon tetszett a próbálkozás. Jó, oké. Tök rendben. Húzok egyet. Egyszer nyertem volna ebbe a csatornán, baszki, valamiben. Nem nyertél? Soha nem nyertem. Komolyan? Még. Soha nem nyertem. Mindig úgy volt, te nyertél, a Kaci nyert, egyszer nyertünk volna Nemezisbe közösen, de nem oltottuk el a hajón a tüzet időben. De tényleg begyújtottuk magunkat. Felrobbant a francba, igen. Akkor találkoztunk. Igen, az idén után, volt, nem? Igen, valahol ott ilyen február környéke volt. Ugye emlékszem, nem tudom, hogy megnézzük. A, mi történik ott? Újra céloz, újra céloztam, átraktam ezt ide. Ez nálam is nálam volt, de én ezt úgy értelmeztem, hogy egy bármely másik játékos, tehát hogy nem a sajátod, hanem egy másik. Bármelyik játékos. Tehát bárkitől bárhova. Nem jó. Bármely másik játékos karámjában. Akkor... nem tudom, én azért dobtam el, mert úgy értelmeztem, hogy nem rakhatod a sajátodba, hanem át kell raknod valaki másikba. Más kártya az kikönti, de... hogy a sajátodat is, vagy azt nem. Úgyhogy szerintem az szerintem a annyi, az jó van. Az de, tehát, hogy a másik az hozzád képest a másik, igen. Tehát akkor az a véve is lehet. Igen. Véleményes, de elfogadom. Ungi. Te vagy. Ungi nyer. Na, huha. Ez két unikorn is le. Nincs, van egy nejd. Nincs egy nyehe valakinek. Nincs. Nincs. De nem már, Geci. Ez topdekelte. Jó, tök mindegy. Amúgy is 6 volt neki. Ja, és akkor nekem most 8 van. Igen. Na. Ez megolvim. Ilyen se volt. Te kettőt is megnyertél. Szép munka. Inkább te, mint Kaci. Na mi csináljuk, játszok? Egész végig arra vártam, hogy a Dave lerakja azt a retkes lasszót a özéje mellé. Mert volt egy ilyen, hogy a nagy piros gomba, amivel mindent felrobbantok, amivel upgrade kártya. És azt tartogattam a kezembe azóta. Nagyon sajnálom, de leraktam már egy két köret, csak megpróbáltam megnyerni, az nem volt. Tudom, csak azon is éltem, hogy mondom, hogy vagy megpróbálom most megnyerni, és akkor bízom abban, hogy nincsen egyikőtöknél se nyerítés. Mert tartottam attól, hogy különben ő meg fogja nyerni, és arra nem lesz viszont. Nyekrítés! Ezért az! Nyomd át a másikra. Neked kellett volna odaadnom a kezedbe az irányítás. De ez teljesen... Megtaláltam a pandamóniumot. Meg? Uh-huh. Az unikorn is, hogy ettől hol pandák. Kártyák, amik unikornis kártyákra fejtik ki a hatásokat, nem hatnak a pandákra. Hm. Úgyhogy védve vannak, csak nyerni nem tudsz. Egy. De. Nyehrni. Hm? Nem, ez nem működik mindenre. Nyehrni. Nem, működik, de. De. Ja, szóval egyértelmű előnye a játéknak, hogy ugye nem nyelvfüggetlen a cucc egyáltalán. Nem nyelvfüggetlen. Nem nyelvfüggetlen. De egyértelmű előnye, hogy ugye sok szöveg van a kártyákon, és a szövegnek nagyon egyértelműnek kell lennie, úgyhogy ha nem beszéltek angolul, akkor érdemes magyarul beszerezni, mert így aztán egy kicsivel talán egyszerűbbé válik a játék, és kevesebb a vita azzal kapcsolatban, hogy mit is mond ez a kártya, és milyen hatással van, mert ugye itt igazából a szabály az egy oldal, egy papír fecni, az történik a játékban, ami a kártyákra van írva. Úgyhogy ha az angol nem az erősségetek, akkor rémes, ménes. Akarunk játszani valamit még? Még van egy kis időnk. 7 óra. Úgyhogy nincs. Nem hittem volna, hogy 2 órát fogunk játszani, hogy őszinte legyen. Másfeled, de igen. Másfeled. Ja, hát igen, mert késtünk Ungi miatt. Szünet is volt Ungi miatt, úgyhogy... Ja, késni is, meg amikor ment a kör, akkor így... De nyert, úgyhogy igazából őt igazolja a taktika. De most egész közel voltam, tehát most nem éreztem azt, hogy teljesen kizárt, hogy bármit csináljak. Úgyhogy ez most egy kiegyenlítettebb dolog volt. Le kéne megcsiszolni ezt az asztalt, nem?
Szóval azt mondta, hogy mit játszunk. Streamen kívül, mert 8-tól streamelek mást. Ja, értem. És akkor félbe lehet hagyni. Mert a 8-tól, gyerekek, 8-tól Pamela partizni fogunk. Sok streamerrel. Úgyhogy ezt fogjuk csinálni még ma este, 8 órától, és aztán a holnap reggeli programról meg majd a 8 óra stream végén majd mesélek, mert izgalmas dolgok várhatóak. Holnapra is! Viszont nagyon szépen köszönjük most a figyelmet, remélem, hogy jól éreztétek magatokat. A Game Clubnál lehet őt megvásárolni, ha szeretnétek, magyarul, és nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok! Olyan jó! Mi köszönjük a meghívást! Igen. Szóval sziasztok! Szervusztok, Katitek! Szervusztok! Mindjárt rédelünk valakit, csak azt már a üzei alatt, a vlics... Ez, nézd, ez alatt. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try.